Szakemberek szerint a klímaváltozás miatt már nem beszélhetünk kullancs szezonról, a vérszívók ugyanis egész évben támadhatnak. A nyári hónapokban azonban aktívabbak, így nagyobb figyelmet igényel a védekezés. Ezek az élősködők számos betegséget terjeszthetnek, az egyik leggyakrabb a Lyme-kór. Ennek tipikus tünete, hogy a csípés után 7-10 nappal bőrpír jelenik meg, majd egy kifelé terjedő piros kör. A látható tünetek mellett azonban súlyosabb következménye is lehet ennek a betegségnek. Ezt egy baktérium okozza, ezért antibiotikummal jól kezelhető, de mindenképpen tanácsos minél előbb orvoshoz fordulni, mert a fel nem fedezett lánykornak nagyon kellemetlen, hosszú távú, főleg ízületi és izom problémákat okozó következményei lehetnek. Egy másik szintén gyakran előforduló betegség, amit a kullancsok terjesztenek, a vírusos agyvelőgyulladás. Az emberek 20%-ánál jelentkezhetnek tünetek, súlyos esetben pedig a központi idegrendszerben keletkezik kár. E megbetegedés ellen nem létezik gyógymód, viszont megelőzhető védőoltással, mondja a megyei tiszti főorvos. Dr. Kassai Veronika kiemelte, hogy a gyermekek és felnőttek számára is ajánlotta a vakcina beadatása, ezt házi orvosnál kérhetik az érdeklődők. A védőoltást mindenképpen a tipikus területen való megfordulását 2 héttel javasolt beadni, sőt a teljes védőoltási sorozatot, mivel ez 3 védőoltásból áll, tehát időben el kell kezdeni, mindenképpen konzultálni kell orvossal. Az elmúlt években egyébként egyre többen fordultak állatorvoshoz Baranyában, hiszen a kullancsok a házi állatokra is veszélyes vírusokat hordozhatnak. A Magyarországon élő fajok egyike által terjesztett kórokozó a babézia kutyákat és macskákat is megtámadhat. A kezdeti tünetek megjelenésekor még nem gondolnák a gazdik, hogy baj lehet, ilyenkor neveltség, bágyadság jellemzi a kis kedvenceket. A betegség párnapos előre haladtával azonban már nem minden esetben tudnak segíteni a szakemberek. A babézia, amely ellen nincs védőoltás, egyedül a kullancs riasztószerekkel előzhető meg.